Sziasztok, kicsobizók! Csocsó vagyok! És ma egy karórát fogunk összerakni. Kell hozzá egy pohár, félszollag, de előbb nézzük meg a borítékot. Megfordítom, és ki is nyitom. Kiveszem a kérdést. Milyen volt az első nap a suliban? Hát, most mit mondjak? Egy pénteki nap volt. Túl sok értelme nem volt igazán. Jó, de legalább találkoztunk mindenkivel. Az mondjuk igaz. És azt kellett megállapítanom, hogy iszonyú sokat változtak az emberek egy nyár alatt. Hú, de még mennyit? Főleg a lányok. Van, aki teljesen átalakult a nyáron és extra csini lett. Hát igen, de én inkább erre nem mondok semmit. Kicsomizók, nektek milyen volt az első nap a suliban? Írjátok meg kommentben! Na, kezdjünk is hozzá! Látjátok, itt van egy papírpohár, és rajta be vannak jelölve a vonalak, hogy hol kell kivágnunk. Ezt én már előre megcsináltam. Szóval egy jó kis karórát fogunk készíteni. Ide kell illeni a csuklómra. De először is vágjuk szét. Ígyni. Csak a vonal mentén. Nehogy félre menjünk, mert akkor nem lesz olyan szép az óra. Végigvágjuk a pohár aljáig, mind a négy részen, ahol be van jelölve. A csúnya részeket pedig kivágjuk. Ígyni. És a végnyabb részét a kivágott résznek fordítsuk is ki. Ez lesz a szíja. Ígyni. Kész is van az alakja. Már csak azokat a kis kiálló részeket kell levágni róla. Nisz-nisz! Le is van vágva, és már a karóra alakja teljesen megvan. Már csak a rajzolás jöhet, ami a kedvenc részem. Jöhetnek a filctollak. Először is megrajzolom a számokat. Először a 12, belegyedeljük, így sokkal könnyebb beligazodni. Ígyni. És már jöhet is a többi szám. Precízen. Nagyon szép legyen az az óra. Meg is vagyunk. Hoppá, a 11 becsúszott. Na nem baj, így is jó lesz. És most jöhetnek a mutatók. A mutatókat ebből a piros kis papírból fogom elkészíteni. Kell egy vékony mutató, és egy vastag mutató. Ígyni. Hosszra vágjuk. És a végére vágunk egy nyilacskát. Szépen. Szóval, van egy kis mutatónk, meg egy nagy mutatónk. És a tűvel átszórjuk úgy, hogy egymáshoz fogjuk, és beledugjuk az óra lapjába. Ígyni. A szögnek a két végét pedig kihajtjuk. Meg is van a két mutató. És már csak annyi van hátra, hogy beállítjuk az időt. Ígyni. Hú, elmúlt dél, ebédidő van! És most jöhet a színezés, díszítsük is ki a szíját. Nem lehet így fehéren hagyni, ez hogy néz már ki? Köröket, háromszögeket és négyzeteket fogunk ide rajzolni. Így össze-vissza. Kisebbeket, nagyobbakat, zöldet, kéket. Legyen nagyon színes, minél hangulatosabb. És mind a két felére. Rajzolok egy nagy kört. Utána egy háromszöget, ne maradjon fehérem. És most jöhet a kék. Ígyni. Még feldobjuk egy picit pirossal. Úgyis a mutatók is pirosak. Szerintem jól fog így kinézni. Figyeljetek! Itt belül áthúzzuk a kört, de csak olyan lazán, tudjátok? Látjátok, milyen laza lett tőle? Nagyon szép.
szíjánál be kell vágni, hogy összekapcsolható legyen a karomom. Mutatom is hogyan, figyeljetek! Így né, bevágom, de nem vágom le, csak bevágom. Kb. A feléig, a másik oldalon pedig a másik oldalra. Le ne vágjátok! Így né, óvatosan. Szerintem nagyon menő lett. Fel is próbálom. A kapcsokat összeillesztem. És már rajta is van a csuklómam. Nagyon jól néz ki. Látjátok? Így mindig tudni fogom az időt. És egy nap akár többször is lehet ebédidő. Főleg, hogy mindig éhes vagyok. Nagyon szép lett. Nekem nagyon tetszik. Mindenki próbáljátok ki. És mi kellett hozzá? Csak egy papírpohár, nem igaz? Tök egyszerű, de tök menő ötlet. Na szevasztok! Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. És írjátok meg a közösségi fülön, hogy nektek van-e már karórátok. Na szevasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!